Szevasz, Siki! Szevasz, Siki. Az EA launch-en meg tudod, hogy meg izélt? Bugolt az EA launcher. Hogy azt hitte, hogy nincs fent a formula, és le akarta még egyszer tölteni az a hülye. Azért kellett újraindítani még a gépet is. Meg jött KFC kaja, gyorsan bezabáltam. Sima formulát indítjuk. Amelyítettem át a hangot. Meg a notebook hangszóról szól. Nem baj, halljátok így is. Remélem. Vagyok. Egy szabad edzés lesz amúgy, Söki. Egyetlen egy. Mert lesz egy sprint futam. Szombaton lesz időmérő, és utána egy sprint futam. És vasárnap is lesz izé. Formula, és pontosan 6 óra 30-kor kezdődik. A legszarabb időpontban. Mire hazérek, akkor lesz vége. Meg összerakom a notebookot. Ja, megoldom. Most már jó lesz. Ó, szuper. Na, szuper. Easy. Easy. Ezt nézd, Sükike! Dinnyés marka, na nem marka! És zéró! Azt a kurva, no, az a én üdítőm! Ezt meg fogom kóstolni! Na ott a én üdítőm! Mindjárt megmondom, mennyi van benne.
Hallod? Egy kálcium van az egész üdítő. Akkor az enyémé. 100 ml-enként egy. Egy darab süki. A legkevesebb van benne, hallod. Hát amit alapviszik energia, azokban van 3. Most képzeld el, akkor enne... Ez... Ebbe kétszer nincsen. Abba 3 van, ebbe meg csak 1. Na, márka zérót kell innod, sükike. Abba csak 1 van. Oké. Okay. Akkor kérek 2-t, köszi. Na, az járjon már meg a menet. Én cipek egyek? Igen. Aha, persze. Mit akar ez Gizó? Egy dolgot, hogy elfelejtettél. Mit? Amit mondtam ma. Sükike. Azt jövő héten intézem. Majd közösen megnézegetjük, jó? Azt elküldtem neked Discordon. Még mikor? És hétvégén nem jó megnézni? Azt már régen meg lesz volna, hogy mit meg. Hát, Sükike, tegnap rendeltem volna meg, akkor 50% esély lett volna, hogy megjön csütörtökre. Én is, ha most meg szeretnék rendelni valamit, már csak jövő héten tudnám átvenni. Nem mondtad, hogy idő pontosabb, mikor akartod megrendelni. Azt hiszem, hogy hétfőn fogod. Hát akkor veled megrendelem együtt, és akkor legalább megjön. Vagy pedig, ha végzünk az első seasonnel gyorsan, akkor megrendelem, és akkor jövő héten csak be kell értem menni. Vagy... Úgy is jó. Vagy beleteszi a boxba izé a futár. Úgy is jó. Itt az állomáson háromféle box van, van egy JLS-es, van egy nem tudom milyen, Pik Paketta. Itt az állomáson nálunk vagy 4 van. Easy ez a pálya, de egy picikét olyan hepehupás. Brazil nagy díj, Sükike. Tudtad, hogy Hamilton kinevezték izé? Hivatalos izé Brazilnak. Mert ő az egyetlen színes bőrű, aki formulában van. Pedig ő brit amúgy. De hát szereti a brazil pályát.
Boom! Fennem Alonso ment a legjobb kört. Vette fel! Zöld, lila. Miért nincs még itt? Nekem pont itt bejött meg. Na, sokik, gyakoroljuk, hogy hogy kell bemenni a boxba. Azért jó, könnyű pályának írja. De rohadt sok benne a kanyar. Ez a brazil pálya kurva kanyargós. De viszont ez meg jó, meg kurva sok esély van előzni. Nem sükik ettől feltétlenül jó? Nem? No. Ilyen egyszerűen le kell fordulni balra? Balra menni egyet. Box. Azt a így fel kell menni a boxhoz. Nem is emlékszek a brazil pályára. Már gondolom már brazilban vannak. A pilóták sükike. Mit? Mi látták képeket? Hol? Hát hol? TikTok, Insta vagy akármi, hogy brazilban vannak? Nem. Na biztos ott vannak már, hát már szerda van. Braziban másféle idő van. It's time to remind ourselves of our top three, who are Verstappen. Jó, ez csak az izé volt, a szabad edzés. Mint beszoktunk nyomni pár kört, vagy akarolni. Increase it top speed. Na gyerünk, sükike! Időmérő! Jónak kell lenni! Ez most megy, ez most megy oda az étterembe, én ezt akartam. Az lett a csüki. Süki! Jaj! Mondom, időmérő van, most kell Jónak lenni. Jó, nem tudom. Gyerünk, DRS! Ez jó, ez a egyik leghosszabb etapja a célegyenesről. Meg ez! Gyerünk!
Let's go! Gyerünk. Sükik ennek jónak kell lennie. Bum 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 bum. Első. Szia Szafikám. Dieres. Rá kell startolni a brazil pályára. Bottas, baszkikám, föltartasz? Ha mondjuk elég a szarkört megyek most. Ugye ez most box lesz. Ott ez bazd meg, ha neked megyek, 5 rajtkörös büntetés kapok. Köszi. Várjál, boxba kell menjek. Itt van a hosszú etap kanyar. Egy DRS, de már lassítunk. Már box. Mi a helyzet, Szafikám? Mi újságos-ságos van? Semmi a fejem mögött, miért fejem mögött? Ott a fejem, de mögötte nem látszik sem. Hogy benne halljam? Fejem mögött. Minden szuppi. Mindjárt lesz. Hello. Hú, srácok. From the speed trap, 330.0 kilometers per hour. Az az ugas gizma. Bú, bú, bú. Minden szupi. Hogy telt a napot, Szafikám? Remélem jól. Hú, alig vártam a végelyem, mert már nagyon benne vagyok ebbe a Walking Deadbe. Úgy vagyok fel, hogy már folytassuk. Nagyon várom, hogy hát mindig be kell állítani ezt a hírót. Gyorsan! És gyorsan és jól. Na szuper, nekem is gyorsan tett. Nézzük meg, ki ment a legjobban. Én mentem a legjobban. 1-10. 3-54. Gyorsítsuk föl. Hát az egy kört nagyon jó megtoltam. 1-11. 173-at ment. Verstappen. Verstappen. Perez javít. Joe Hamilton javít. Egy 10, 709. Na, akkor én voltam a legjobb. Pópozíció! Póból indulunk, nem? Ó, hát ezt a kört nagyon patentul összeraktam. Igen, a top 3 az 1-11-en belül van. Szerintem, hogyha 1-10-es kört megyünk, 1-10 és fél alatt, akkor nagyon faszák vagyunk. Azt első kört nagyon összeraktuk. Én akkor nem is kell tovább, izé,
gyötörni. Minek menjek jobbat, amikor így is jó vagyok. Race! Ott a brazil zászló! Ordeme Progresso! Brazil boom! Szerintem ez így jó lesz, kijövünk izén médiumokon is megcsap, vagy pedig fel is cserélhetjük akár. Vagy médium 11 kör, és utána meg soft. Bocsánat. Így kijöhetünk? Na, ez is egy olyan csávó volt megint, hogy izé. Futmonda csomagja is voltak, meg voltos is. Ó. Oh. Így is kijeltünk. Na, mi így jövünk ki. Hetedik körbe kell kijönni, srácok. 21 perces a futam. Na jó, jól el kell kapnunk a startot. De jól elkaptam a startot. Verstappen, bazd meg. Ezért kellett egy izét corner csinálnom. Már nem csak egy pollution-t kaptam, hogy összekoccantunk. Igen. Azért repesztünk 3-10, 3-12. Gyari, létrehozott egy ilyen SPS-re izé. Vagyok. Ezt meg jól elszúltam, ezt a kanyart. Ha nem baj, ma azt néztem, hogy hány. 3-13-mal mentünk így a végén. DRS nélkül. DRS-re szerintem 3-30 fölött lettünk volna. Verstappent lehagytam. Egy másodpercen kívül kéne. Nehogy már véletlenül kapjon DRS-t. Verstappen, álljál le, nem fogsz kapni tőlem DRS-t. Jó lelkű nem vagyok, hogy te DRS-t kapjál. Na, 56-os körzlet. Ihagyom vannak fenn, az most elmény. Gizmo ott van, nézi a veszel. Vezet.
bazd meg, Verstappen. Aaaa, kapja a DRS-t. 6-ra van. 5-re. A rohadt kurva életbe. Itt is kap DRS-t. 6, 5. 4-re. Verstappen, álljál le! Negyedik kör, hatodiknak kéne kimenni. Elbasztam, bassza meg! Faszom! Az anyádat, ne tollak én! Nem tudod, hogy te kivel akarsz kibaszni. Elsők leszünk. Sainz, menjél rá! Amúgy is közepeseken van Verstappen, szóval. Van a pofámba. Jó védekeztem. És az volt a jelentkezés, az volt a jelentkezés. Nyerünk! De mi a Microsoft? Picsába! Jaj, ez a Microsoft. Nekem úgyis boxba kell menjek. Na mi van, kis csákó? Itt vagyok a nyomondba. Mi akkor hozzá se értem? Hát ez hülye, bazd meg. Na most értem picikét bele. Ne, öcsém, ez hülye. Látod, mint a szépen. Ezt még el is be... Gyere nekem te is! Azért full gázzal megyek be a izébe. Ők úgyse fognak full gázzal bemenni a izé boxba. De a játék megállít, amikor megállít. Hát ezt nekem jön Russell, bazd meg. Vagy Okon, nem tudom ki volt. Russell volt. Na most kell kikocsikázzam az előnyöket. Nem, sajnos még nem, faszom hiányzott az a hülye gyerek, és nem tudott volna engem őt helyettesíteni senki. Vagyis őt helyettesíteni senki, csak én. Úgyhogy még nem, mert izé, gyomult problémája van, anyád picsáj. Én mi van, Lord? Mész dolgozni, vagy mi? Ki? De hogy megyek, majd 3 nap múlva. Ja, azt hittem, hogy oda kell menned. Hát azért mondom.
Ja van, gyorsan, bele kell húznunk. Ú, beszélnek a utolsó hely. Hát akkor nem húz, akkor nem kanyja bele húzni. Meggyüttem, csak elkölött szaladom, Budi. Meggyüttél? Addig kitolt engem egy picikét Verstappen, utána meg Russell tolt ki, szóval. Na? De már a boxban voltam, harmadik helyről. Vagy negyedik helyről? Azt tudja már. Nem volt sokra tőlem izé Verstappen. Kaptam megint egy figyelmeztetést, hogy összekoccoltam vele, amikor nem is. Ott viszont a izénál már összekoccoltam vele egy picikét. Ezek nem nagy koccok. Váltottam médiumokra. Ah, jó van, páren bejöttek a boxba. Akik softon voltak, azok most mind bejöttek a boxba. Aj, de utálom ezt a gatyát. Most hát szeretem ezt a gatyát, de... Baszki. Miért nem öltöző a melegítős gatyába? Viszket benne valami, akkor nem tudom megviszketni ma a gatya, nem ér el odáig. Az istenit. Mindegyik fal van ilyen, csak néha idegesítő. Ezt egy kell átöltetni, otthonul. Jó van. Azt csak hétvégén szoktam. Ki van előttem? Latifi a 11. helyen. Az hogy hozta össze? Illetve az, hogy hozta össze, hoztuk össze, hogy Latifi mögött Leclerc van. Albon 10. Szegény Albon 11. lesz. Köszi Latifi a DRS-t. Megjöttem, mint a bulldozer. Feltünk, kimentem a fűre is. És nézd meg, lekoccol. Latifi azért álljon ma meg a menet. Tudjuk, hogy Kanadában igazi Nutella van, meg nagyon finom. Ugye, Sainz van a 8. helyen, és ő a 3. volt. Tehát többen kijöttek médiumra. Vagy médiumon, közepes gumikon kezdték. Nem baj, most nekik zúzunk. Neki zúzunk a témának. Albon 5. Hát 10. volt Albon, akkor 5-en kimentek. A Sainz mögöttem. Jaj, a csóri Verstappen még ki se jött a boxba. Tehát majd a 11 vagy 12. körbe. Albon, adod a helyedet? Ezt te is jól tudod, hogy ezt nem így akarjuk lejátszani, hogy engem föltartasz.
Hú, ez elég veszélyes volt, de hogy akarta engem elengedni? Így, hogy menjek ki a fűre? Nem baj, DRS. Jó van, már még én kapjam a collision-t. Kitol a fűre, meg össze-vissza megy. Én kapjam a büntetést. Gyere be elém, hát bazd meg. Jobbra-balra megy. De hogy megvannak a dolgok. Milyen dolgok? Hát csak beszélgettem. Pontos dolgokról. De azt nem fogom a sprintra mondani. Jó van, Joe negyedik helyen. Az is elég érdekes lenne. Ó, van Joe-t tök jól megelőztük. Norris Hamilton és Verstappen van gondom a boxba. Hú, na gyorsan. Bazd meg! Aj, ma már megzavart. Mi akkor látom azt is, hogy mindenki megzavar mindenki. Mi? Látom, téged is megzavart mindenki. Nem baj, visszahoztam a kocsit. Harmadik vagyok, Sainz második. Ő előzött be engem gyorsba. Szerintem őt gyorsan vissza tudom előzni. Köszönöm szépen a követést, akárki is volt. Á, Verstappen más esély. Mondjuk, ez hülye. Ki jön hardokon, Verstappen? Ez hülye. Szia, Per. Hello. Szia, Per. Köszönöm szépen a követést. Na, ma már megzavart, az pont a kanyárba. Áh! Inkább mentem volna végig ezt a első kanyart. Mi a helyzet?
jó, kimentünk a picikét megcsapni a gyepet. Hatvanas, de kicsúsztam kétszer a pályáról. Egyszer Verstappen kilökött, egyszer meg mamámba jött. Ő már nem fog kijönni. Közepeseken jött. Ki esett ki? Valószínűleg nem Verstappen esett ki. Jó, Cunoda. Köszike. Nem tudtam olvasni. A 60-as botokkal játszott, hard. Pole pozícióból indultam. De a Russell nem tartott volna fel egy picikét, a Verstappen nem jött volna egy picikét nekem. Ott lettem volna az első helyen. Mondjuk az a kanyarki csúszás az nem volt semmi, ma azt megoldottam. De azért még Sainzot azért megelőzném. Annyi kör nincs, hogy Verstappen meg tudjam előzni, de... több kör lenne, akkor meg tudnám előzni szerintem Verstappent is. Emeltek DRS kap... Ah, kapunk is. Jó Isten, egy bomben bazd meg, nem láttam volna még. Oké. Ott ment Verstappen. Az a baj, nem lesz már időm. Van rá két kör. Egy három másodpercet lefaragni.
Vajon meg lesz? Á, le tudtam faragni. 2,6. Hát mennyire volt? 3,2? Talán ha fél másodpercet verek rá körönként. De hát nem sikerült, mert lett volna még olyan 4 kör. Szerintem fixen meg lett volna. 4-2-re volt. Bármint az előző körhöz képest, amikor beértem. És nem hiszem, hogy meg lenne. Na, azt tudjuk. Hát ez a második. Köszönöm szépen, de viszont az a jó ebbe a pályába, hogy itt a kanyarokat nem lehet lecsalni. Mármint úgy, hogyha véletlen levágod a kanyart és kapja érte büntetést. 18 körben kaptam egyet, az is véletlen volt. Mármint úgy véletlen, hogy azt néztem, hogy mennyivel megy a kocsi a hosszú egyenesbe. Ha meg jó az a pálya, mert ez igazándiból gyors, meg rövid pálya. Egy tízes időm van, egy tíz fél megvan. Egy 15-ös idő az már itt már jónak számít. De hát ez majd kiderül majd pénteken a kormánnyal. Charles Leclerc showed exactly how to manage yourself out on the track today. He was almost flawless out there. Incredible stuff. Well, what an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us and we'll see you for the next one. Egy 13-at. Jó, azóta itt vagy. Egy 13-at mentem, nem? Én arra emlékszem, egy 12-t mentem. Hát a futamon biztos egy 9-es idők lesznek szerintem. Van egy jó érzésem. Mármint időmérőbe. De most érdekes, mert most egy szabad edzés lesz. Nem is tudom már, hogy néztem. Azt tudom, hogy lesz szombaton a időmérő, és utána egy sprint futam. Most itt egy na, az tök jó. Jó nagy Big Discord update volt. Vágy, az egy tök jó idő. Jó nagy Big Discord. De meg 1.9, ha 1.10 alá menni, az meg már még jobb lenne. Nem is tudom, hol lehet megnézni abba. Ja, az Time Trial-ba. Lehet, hogy elmegyek most egy Time Trial-t, mert nincs meg még a... 1 óra, mert ilyenkor gyakorolni szoktam, 1-1 óra. 20 percet. Szerdai nap, csütörtöki nap félfutamot szoktam, pénteken meg a nagyot szóval. Lesz pénteken első szabad, meg este. Este időmérő. Várjál, mert... hogy van? M4 Sport. Ma itt van, rámegyek a box, várjál? Hogy kijelző felvételt lássam.
Eső sprintfutam jöhet be. Az jónak hangzik, ki kell várni, hogyha nem Hamilton döntésén fog múlni a visszatérése. A picit le vagyok maradva a hírekkel, válom, hogy általában szoktam nézni. De nem csak a M4 sportot, mert többet is szoktam nézni. Igen, vasárnap 6-kor lesz a pilótaparád, és fél hétkor meg elkezdődik a futam. Csak az nekem pont szar. Mert Sanditó pont akkor megyek haza, és nekem pont 6-kor indul a szlovákból vissza magyarba a vonatom. Szóval én azt a izé... Ezt majd visszanézem a... F1... Itt szoktam visszanézni, hogyha leszoktam maradni. Ezen az oldalon, ez jó oldal. Itt szoktam visszanézni. Ja, nem kell, én rámegyek ide az egyik hírre, nézd. Ja nem, ez nem jó. Híradó. Sportok. De rendesen menjünk rá az egyikre. Na, és itt legörgez teljesen, és itt mutatja ki, itt szoktam megnézni. Így akkor lesz az... Ja, hogy kétszer... Ja, tényleg. Bakker, akkor én mondtam rosszul. Vagy szabad edzés. Szabad edzés után egyből lesz egy box utca. Azt gondolom olyan 6 óráig eltart. És akkor a időmérő meg 7 óra 45-kor. 16-25. 16-16-16-25. Hát szerintem az első szabad edzés nem biztos, hogy tudom nézni. Sőt. A box utcát tudom nézni. Már ott azon a szakaszon be pénteken megyek, akkor pont nem lesz izé. Ott net. Mobilnetem. Második szabad edzés 16-25. És a sprint futam. Hát milyen érdekes lesz. Na jó az a pálya. Jó az a pálya, szerethető az a pálya amúgy. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz. Jövő évben leszek kíváncsi, mert jövő évben szerintem vagy Hamilton szerzi meg a 8. világbajnokságot szerintem, vagy pedig Charles Leclerc fogja az első világbajnokságát megcsinálni. Mondja, Red Bull mennyit kapott? Ne? 500 valahány millió, vagy 800 millió? Múltkor meg akartam keresni a büntetéseket, de nem találtam meg. 25-10-kor a felvezető. Az a felvezető. Aha. Ja, hát én Hamiltonnak szurkolok. Hát, mint hogy neki, mert visszanéztem az izét a... meg ezt, hogy nem tudom, hogy most bundával nyerte, vagy nem, de nem is érdekes. Hanem az, hogy ugye nekem a 21-es le volt maradva, mert megszem, amikor összejöttem, akkor nem csípte a formulát, ez nekem kimaradt így 3 év. A 21-est azt így nagyjából visszanéztem, de a 18-19, meg a 20-as az így kimaradt. Azokat is most így nézegetem vissza a Netflixes sorozatból. Meg kaptak valamennyi bírságot. Az a baj, nem emlékszem, hogy mennyire. Azt tudom, hogy a Aston Martin kapott 45 vagy 35 ezer dollár. Ők nem kaptak olyan nagy, nagy büntetést. 10 000 vagy azt tudom. Csak a bírságot nem tudom, hogy ma mennyi volt. De szerintem Leclerc is egy jó pilóta, csak néha-néha kifakad. Hát de most ha belegondolok, meg 8 milla. Ó! Jó, 8 millió. Ja, értem, jó van. Az jó is egy jó, én is kifakadnék, hogyha az év eleje tök jó, aztán utána meg tök rossz minden.
Hát szerintem mindenkivel így van. 8 millió dollár. Ja, hülye vagyok, 800 ezerre emlékszem, nem tudom mi, de a 800-ra az megvan, vagy 500, vagy 8. Akkor jó, akkor sokat kaptak. Igen, mert mondta izé a Christian, hogy ezzel a szélcsatornával veszíteni fognak, vagy izét fél másodpercet minimum. Nem tudom, szurkolók említanak meg én a 8. izéje. 8. világbajnoki helyezete díja. Azért még benne lesz még addig is, hát Alonso is már 41 éves. És jövőre ott lesz az Astonnál. Szerintem sajnos csak harmadik erő lesz. A születhet, hogy harmadik. Meg a mi? Igen, csak a time trend-re viszont nem szabad kimenni akár még egy picit sem. De mondjuk akkor is számolja az időt. Igen, én is úgy érzem. Jövőre a Mercedes meg a Ferrari fog egymással küzdeni. De ahogy most elnézegettük a Ferrari meg a Mercedes-t, nem tudom. Én úgy vagyok vele, hogy Hamiltonnak adok 65%-ot, Leclercnek meg 35%-ot. Így esélyesnek. De viszont Leclerc meg kibaszott jó izékat tud menni amúgy, időmérőket. Igen, meg hát... Hát nem lehet mindig csak nyerni. Nem baj az. Mindenkinek megvan a saját fannya, szóval. A végén már kom. Nem is baj az. Ja, nincs időm. 1-6! Szállj, ki fog menni 1-6-ot? Várjál, mondd még egyszer. 1-6. Hamis vagy. Na, ugye? Már kimentünk egy picit. Mindjárt olvasom. De ennek a vagynak itt semmi értelme, ha elég egyszer is így. Én meg megvettem az izékat, a jegyeket a jövő évi formulára. Péntek, szombat, vasárnapira. Nem, mert nincs. Há, miért én is megérdem azt az 8. izét. Világbajnoki címet. Nem bírod? Szerintem pedig egy jó ember. Megkeltő a fasz, az akkor igaz, ha megfordítja a igazra. Várjál. Nem, ez megfordítja a kettőt. Az első lesz az igaz, a második a hamis, és még egy
Be a felkiáltó jel. Ak, várjál, akkor kettő igaz lesz, és a végén na mindjárt olvasom én még ezt a... kört lenyomom. Na most egy tízet mentem. 1-10-0-0-9. Mindkettő. Nem. Hát csak meg kettőt csinálom. Menjünk, és akkor end. Gondolom én. És akkor vissza kell utána lépni. Gondolom én, ha... gondolom itt az a lényeges, hogy ha több van az egyikből, akkor az lesz vége. És akkor négy fontosságú kérdés. Én meg Alonzót szerettem. Én Alonzót is szerettem amúgy. Alonzónak rohadt jó izé poénjai vannak amúgy. Szegény Alonzó, hogy kapta Austinba? A Strolltól. A jövő évi csapattársától. Elég biztató volt szerintem. Ja, hát ő megérdemelne, az itt valljuk be, az Alonso, az Alpindal meg ez még mindig nagyon jókat ment, és mindig tartotta ezt a fixbe ezt a 5. és 10. hely közötti értékeket. Szóval nagyon jó. Hát Alonso az Alonso, így igaz. Remélem azért, hogy szoros csatában Verstappen nyer. Milyen szoros csatában? Mert úgy érzem, hogy jövőre Mercedes az kurva baszó lesz szerintem. Azért Toto Wolff azért tudja, hogy nem tudom hány év, nem is tudom. Azért sorozatban nyerte izé Hamilton a világbajnokságokat. Biztos, hogy van még valami a tarsolyában. Lenne majd 5 szoros, ha fej nem hozhat volna ki rá. Ja, hogy jövőre gondoltál? Ugye a szoros csatákat viszont kurvára imádom, mert nagyon izgalmasak, azok a legizgalmasabb futamok. Amúgy mindegyik futam izgalmas. Mert akármi lehet amúgy, ha így most belegondolunk. Hogy löktek nagyon, hát van igen, vagy ő. Ha majd meglátjuk. Kíváncsi leszek az izére is. Milyen fejlesztések, milyen új szponzorációk. Változik-e valamennyire a kocsi? Már amúgy látható, hogy 21-es F1 kocsik, meg a 22-esek azért eléggé látható a különbség, és eltérnek. Amúgy, mint egy 2015-ös 16-os közötti, ami annó volt. Ez is két kattintás. De ki tudja. Emléletek, ez a kivitelezés marad, de szerintem lehetséges, hogy a festések szerintem tuti biztosan megváltoznak. Tudsz kommentbe inni kódot, de nem kódot. Meg ugye elintézik a szponzorációs, hogy ez van, az nincs, ez marad, meg íz. Éppen nagyon éltem a Russell Verstappen esetes fanyóba. Az nagyon jó volt, de Russellt is imádom, hogy amúgy amikor Perezzel küzdött, Perezt visszatartotta. Igaz, már végén már Perez megelőzte, de akkor átcsatázott izi Russell Perezzel. Meg Russell Verstappennel. A Hamilton meg azért engedte el Verstappen, mert tudja, hogy milyen. Hát azért tavaly majdnem leszette a fejét. Hát a sisakját súrolta az ő kocsijának az izi Monzában. Van. Ez azért elég durva.
Nem a izé, a first lap nem a izé, nem a agresszív. De ja, úgy érzem, hogy olyan, hogy a saját hibáját nem képes beismerni egyszer-kétszer. Jó. Emberek vagyunk. De mást hibáztatni mindig könnyebb. Én úgy vagyok vele. Ne érteni is kell, hogy mit írsz. De hát aztán meg ki tudja, ez autóversenyzés. Itt gyorsan mennek meg minden, itt egyik pillanatról a másik pillanatra történnek a dolgok, szóval. Ez se kizárt. De mondjuk van egy szép fia társaság, aki megmondja a szabályzatot, és hogy mit szabad, meg hogy szabad, meg milyen büntetés, és hogy, és miként. Szóval vannak ilyenek. És igen, viszont így évvégén és a második fél évben Hamilton jobban teljesített Russell, első fél évben meg Russell. Úgyhogy ja, hát hogy a Russell meg a Verstappen-es csata meg, a izé is jó volt. Hú, nem tudom már hol küzdöttek, ez a Russell és Perez. Silverstone-ba? Az rohadt jó volt. De Perez végül megelőzte Russell, de azért a védekezés Russell-től az rohadt jó volt. Az nagyon jó volt. Én élveztem. Nem az volt, nem Silverstone? Az a baj, nem tudom, a melyik pályán voltak. Ez nem most volt. De nem tudom, ez is így megmaradt bennem. Azért elég jót csatáztak. Na, hát a másik nének, hogy ugye volt a mexikói nagy díj. És ugye Hamilton azt csak úgy elengedte Verstappent meg. Az a gond, hogy most nem volt jó a taktika a Mercedesnek, mert azok a kemények nem kellettek volna, akkor talán lett volna esélye Hamiltonnak megnyerni. Ja. Az is jó volt, ott Leclerc nyerte. Másik meg... Ez olyan, mint amikor... Másik meg az, hogy első felében Russell teljesített jól. Másik fél évben pedig Hamilton. Hát hol az a több? Ja, hát ott nagyot ment. Nagyon élte. Nem tudom, egyre jobban várom, hogy jövőre mi lesz. Festés az biztos megváltozik, mert ki tudja, hogy szponzor mente, szponzor igen vagy nem. Meg hogy és mint. Ilyen nagy változásra nem számítok, mint a 21-es meg a 22-es kocsi közt ilyen eltérő nekem különbségek. De ne egyetek már buták, hogy megszámáltok mi a hosszú meg... Hármas csatnak. Mert hármas csatának. Magamat egy jó fán. Hát figyel, lehet, hogy lesz hármas csata. Mert szerintem lehet, hogy ha a harmadik helyen lesz a Red Bull, akkor az a másodikkal fog viaskodni. Nincs itt. Nem mértem meg, hagyjál már faságodnak. Miért meg a kell? Szóval lesznek még itt érdekességek jövőre majd. Ja, vágyjál már békén, ez semmi közel a C-sáphoz. Inkább írom az izét. Hát már most nem tudod, inkább... hogy mire számít. Már most inkább, nem inkább tudod. Írom az izét. Hogy mire számíts, szóval. Nagyon érdekes lesz, szerintem a jövő évi sokkal a élvezett dúsabb lesz, mint az idei szezon. Ez olyan megérzés.
Inkább ebben segíljé. Ha lehet, hogy az lesz. Nem, szerintem a Mercedes mind a kettővel fog. Egyik fölül lesz, másik alul. De viszont ha meg fönt lesz a Mercedes, akkor meg a szerintem a Ferrarival kell keményen elbánnia. Ja, persze. Mi? Hát de figyelj, ki tudja. Nézd meg 21 és 22 között, ja, hogy a Ferrari Leclerc hogy ment. Lehet, hogy Hamilton fog úgy menni most jövőre, ki tudja. Az a baj, én így előre nem tervezek el semmit. Ja. De a megérzéseim szerint Ferrari és Mercedes első kettő lesz. Bemutatom, hol van. Akiknél nagy küzdés lehet majd látni szerintem. Ja. De aztán két úgy lehet, hogy fordul a kocka. Még semmi nem biztos, de az biztos, hogy a jövő évi szezon sokkal jobb lesz, mint az idei. Ez csak szarkozz most, te így ír. Ennyit tudok. Meg még kíváncsi vagyok arra, hogy ki lesz ott a... Kevin Magnussen mellett ki lesz ott a háznál. Még arra vagyok még kíváncsi. Igényes staff. Meg a Williamsnél. Vannak. Hát ugye a Williamsnél se lett még. Eldöntve vagy el lett? Nem, az amerikai lett. Ha-ha. Aki Austinba a szabad edzésen volt. De szerintem is maradnia kéne, mert... Bakker, hát most lehet... Most tényleg lehet, hogyha beülteted egy Sainz helyére, lehet, hogy tényleg tök jól tudna. Adaz, William... Nincs mely semmi, William nincs Sarge, semmi. Azaz a Sargent. A Sargent is csak akkor, hogyha... Fú, ha mit ér el? Már nem én írom ki, akkor nem nekem lesz itt elsőnek írva itt a... De ha elér valamit, nem, már nem tudom, ami volt, mert pontosan már nem emlékszem. De azt mondták, hogy nagy valószínűség, hogy eléri. Igen, a nagy valószínűség, hogy eléri, szóval ő lesz a Williamsnél. Szóval lesz egy USA pilótánk. Hát igen, hogy a diszkalciához később letérítő az, ami... Nem tudom, elég rég volt, nem? Ahol kezelve vannak a dolgok. Na mostanában, amikor régen is néztem a formulát, akkor nem nónak adtak. Hát, az bebaszna, nem érni. Az ez egy kicsikét fordult. Hú, hát akkor fordult a kocska. De viszont a Williams is adni akart egy esélyt Suminak. Akkor marad Sumi. Ha a háznál ki akarják tenni a Sumit, akkor Sumi átmegy a Williamshez. Aztán meglátjuk, hogy ki tudja, lehet, hogy még jobban is jár. Na, ezzel mondjuk jót tette. Latifi jaj, átmegy a házhoz. Cseréljenek Sumival. Na, mert szegény Latifi. Hát figyelj, mert most bekerült a Forma 1-be. Forma 2-be tök jó volt. Aztán most itt meg nincs szerencsé, és ő is tudja, hogy hogy azért, ha bent vagy egy formulába, akkor pontokért vagy ott, és pontokat kell gyűjteni. Inkább Hülkenberg? Hát figyelj, akkor inkább Hülkenberg. Ez elég egyértelmű. Itt meg memelett. Hát ez ilyen. Érdekes dolgok, mondom. Ja, nem régi Geri létrehozott egy ilyet, mert ugye azt lehet megbeszélni, hogy Bottal tudják majd jelenteni hogy ez az ember onnét meg a mondja. Mindjárt megnézek valamit. Azt közben most nem tudom, mi a fasz történt, mert hogy itt most Geri létrehozott egy ilyen Discord szervet, azt most mi? Azt mondom, hogy érdekes. Hát nem tudom, hogy beírhatok-e másokat. Meg kiket. Hát de bazd meg, Gerit meg kell kérdezni, de most hagyj ilyen már meg ezt a gyászt, mert akkor nem... Menedzserben is van frissítés. Itten a magyar szerver közt. Nekem megvan a menedzser is.
Manager. Azt is akarom majd tolni. Ez, azt is ezért folytatni kéne. Hát a vegyesítés, ezt senki nem támogatta. 2 gigás frissítés. Ah, lent is van. Ez nem tartott soká. Úgy érzem. Mármint ilyen látif is? Az a Goatifi? Vagy melyikre érted? Nem. Ez a szerver, ez most valamilyen fórumként fog izélni, ahol itt pedig lehet hirdetni egymást. Vagy nem tudom, olyat láttam az. Amúgy olyan Goafit is izét. Szucokat. Wow, Walking Dead. Na, azaz. Goat. A botos téma. A kecske. De amúgy jó, hogy figyelték Intrix, hogy jászegyen meg. Annyi volt megbeszélve, hogy létrehoznak egy botot. Goatifi. Ezekbe is kapcsolódtam irány. Szóval annyira volt szó, hogy létrehoznak egy botot, amin hogyha szeretnék a biósok, vagy hát az nem tudom, kíváncsiak jövőre. Akkor be tudjuk küldeni mind a maradék 2 szerverre, hogy az az ember... Hát, jövő évre vagyok a legjobban kíváncsi. Milyen indokokkal. Á, Latifi. És nyilván itt olyanról van szó, hogy például más szerveit szígyják, vagy ehhez hasonló. Szerintem... Jobbán mondjuk azzal, folytassuk hogy jó, a... hogy a nagyon durva szídás van szó. Walking Dead, de közben nyugodtan ki igényes, mondhatsz formulás dolgokat. Használt, csak mi ezt a gémet most folytatjuk. Holnap meg majd lenyomok egy fél futamot. 3 PC. Globálisban meg nem lesz, haló. Na, most mondtam el, hogy lesz egy bot, ahol tudják. Az első. De olyat nem lehet bevezetni. Olyat nem lehet csinálni. Nurinítom a... Ja, de várja. Streamet. De az remélem jól csinálni. Megy majd az Astonban. Hát, azt csinálni, én is remélem, hogy jó fog menni. Hát, az azt nem tudom, hogy jobban fog menni neki, mint a Alpin. De lehet, hogy tényleg jó lesz. Azt hiszem, van egy konfig, a lehet, hogy jövőre jobbak lesznek. Lehet a